Köszöntöm nézőinket, Főzz a Város Önök, gasztronómiai kalauzunkat látják a Főispán étteremből és bormúzeumból, és azt hiszem, hogy a sorozat történetében az egyik legszakavatottabb vendéget hívtuk ma. Dránovics Istvánt köszöntöm szeretettel, a Főispán étterem és bormúzeum házigazdáját. István, mielőtt itt bárminek nekilátnánk, és a nézők, hogyha velünk tartanak, én garantálom, hogy nem fogják megbánni, hiszen csodafinom dolgokat készítünk majd, hát legfőképpen ön, azért él bennem ez a kérdés, hogy miért gondolta úgy, hogy az étterem teret ad egy ilyen típusú műsornak? Hát azért gondoltunk mi erre, talán jó fél éve, talán már éve is, nem tudom, nem emlékszem, mikor kezdődött a sorozat, talán év elején, mert azt tapasztaltam én, hogy az én barátaim, kollégáim, ismerőseim körében is sokan szeretnek főzni, és hát néhányan tudnak is. Tehát mi azt gondoltuk, hogy megmutatjuk azokat a recepteket, azokat az embereket, akik fölvállalják azt, hogy nyilvánosság előtt elkészítik a saját vagy a családjuk, vagy a szüleiktől örökölt recept alapján a kedvenc ételeiket, amelyek általában finomak, érdekesek, egyéni ízlésvilágot tükröznek, és ez talán mindenkinek okulására szolgálhat, akinek esetleg nincs ötlete receptekre, vagy aki szeret főzni, és szívesen megfőzi a másoktól hallott recepteket is. Nem tudom, hogy mondtam-e István, de hogy mennyire van létjogosultsága ennek a műsornak. Ezt komolyan mondom, szinte már nincs olyan nap, hogy ne állítana meg valaki az utcán, akár teljesen ismeretlenül, és éppen elmondja, hogy ezt a receptet most kipróbálta, ezt onnan tanulta meg, úgyhogy szerintem a mai nap is nincs más dolog, mint hogy papír és ceruza a kézbe, és jól kell figyelni, mit hozott nekünk. Hát én egy zöldséglevest főznék itt, ami más, mint a Magyarországon szokás a zöldséglevesek. Előbb már beszélgettünk, és mondtam Zitának, hogy én gyerekkorom óta főzök. És 10 éve körülbelül, 10-12 éve úgy főzök, hogy elkezdek főzni, és hogy általában valamit csinálok, hogy így mondjam. És ez a leves is így készült. Annyi igazsága van, hogy én szoktam szakácskönyveket olvasgatni, csak úgy passzióból. És olasz, illetve legutóbb portugál szakácskönyvekből tanultam én ezt a levest, ha lehet ilyet mondani. Ez egy nagyon sűrű, nagyon erős zöldségleves, sokféle zöldségből, ami itt látszik az asztalon. Idény jellegű zöldségből meg lehet főzni, sőt, mirelitekből bármikor. Az a lényege, hogy nagyon sokféle zöldséget használok. Rövid ideig főzöm, úgy, mint a kínai ételeket, tehát nem főzöm szét a zöldségeket. És egy nagyon kellemes, összízhatású, kicsit tejfölel a végén behabart, finom zöldségleves lesz belőle, aminek a különlegessége az, és ez egy portugál recept, minden nemzetnek van egyébként egy ilyen gazdag zöldséglevese. A portugálok ezt úgy főzik, hogy amikor elkészül, akkor magyarul nokedlit készítenek hozzá, egy galuska tésztát, az beteszik a tányérba, és rámerik a forró zöldséglevest, és úgy eszik. Isten, lássunk hozzá! Itt elkezdtem már a zöldségeket összevágni. Nem úgy, én a nagymamám nekem úgy mutatta annak idején, hogy apróra kell vágni a zöldséget, nem. Én nagy darabokra vágom a zöldséget általában, pont azért, és rövid ideig főzem, ahogy mondtam, hogy a vitaminok és az ízanyagok benne maradjanak. A sárgarépával, fehérrépával kezdjük. Ezt általában úgy csinálom, és akkor itt most a két lábas helyet cserél, hogy ha ebbe főzzük, bár ugye levest általában fazékba főzünk, de hát a Főispán étteremben nincs fazék, úgy látszik. Ha főzöm a levest, ezt általában fazékba főzöm, és úgy, hogy egy pici olajat öntök alája. Egyébként érdekességként elmondom, hogy én szoktam sütni szalonnát és disznózsírt készítek a főzésre, hogy beteszek a hűtőbe, egy üvegbe, és abból főzök. Én nagyon szeretek disznózsírral főzni. Mert pedig? Nem igaz, hogy koleszterin gazdag a disznózsír, ezt a margarin gyárak terjesztették el 30 évvel ezelőtt, ez tényleg így van, ez ma már kiderült, hogy nem igaz. Semmivel nem zsírdúsabb a disznózsír, mint a növényi olajok, és semmivel nem kártékonyabb, de szerintem jobb íze van. De olajjal is lehet főzni, kevés olajat teszek a lábosba, és utána durvára vágott vörös hagymát teszünk bele, amikor ez felforr az olaj, kicsit várunk, hogy felforjon. Majd rátesszük a zöldségeket, és az egészet egy picit megsütjük hirtelen olajban, egy kicsit megpároljuk előre. Amikor az olaj már fölhevült, akkor először nem a hagymát teszem bele, hanem a zöldségeket.
Ugye azt valószínűleg a kedves nézők már tudják, főleg aki valamennyire is tud főzni, hogy ugye azt ajánlják a jól főző emberek, séfek, szakácsok az ilyen műsorokban, hogy a húst előre erős tűzön, olajon pirítsuk meg azért, hogy a sejtek összehúzódjanak, és hogy az ízek benne maradjanak. A zöldségnél ugyanez érvényes. Ha megnézik a wokba készült kínai ételeket, a jelentős részük így készül, hogy a zöldség alappal kezdik a kínaiak a főzést mindig. És ez a hirtelen megkérdés. És hirtelen nagy hű, ez nagyon fontos egyébként, ezt meg lehet tanulni a kínai konyhától, hogy hirtelen nagy erővel kell sütni. Tehát túl kell hevíteni, ha lehet egy kicsit ilyet mondani, az edényt, és ezért jók ezek a vastagfalú edények, ezeket javaslom bárkinek egyébként. A Cepter az a legjobb ebbe az a változat, és nem a reklámhelye, nem azért mondom, de vannak elérhető áron nagyon jó vastagaljú edények, legalább egy-két ilyen lábos falakat érdemes beszerezni, mert ezekben nagyon jó, egyenletesen lehet, mindenhol egyenletes meleg az olaj, és nagyon szépen lehet sütni. Egy picit megpirítom ezt az aminek önmagában is nagyon kellemes illata van, hogy pirul ez a zöldség és sárgarépa, ugye azt már mondtam, hogy nagyobb darabokra vágom, nem olyan apróra. Picit megpirítom, hogy jobb íze legyen. Fűszert nem teszek bele, csak majd a végén, tehát nem szoktam előre fűszerezni, és mindenkit óvok a sótól, a só nem egészséges. Ugye főleg a szívbetegeknek magas vérnyomásra, egyebekkel nem jó a só, és a magyarok általában nagyon szeretik a sót, általában sósan esznek. A magyarok általában sósan esznek. Ez egy rossz szokás, ez egy megszokás egyébként. Tehát érdemes a sóval takarékosan bánni. Ez a sárgarépa, vagy ez a gyökér, ha megpirítom, megsósodik a saját magába benne lévő ásványi sóktól, mert ugye a víz kicsapódik belőle, és a megkóstolnak szinte sós íze van, és sem sót nem tettem még rá. Ez persze nem azt jelenti, hogy a levesben nem fogok tenni egy kis sót, ezt természetes, hogy meg kell ízesíteni. Szagolyán vagy illatát? Uh-huh. Ugye milyen finom? Nagyon különleges, igen. És még egy nagyon fontos tanulás, vagy tudnivaló, bár ezt valószínűleg sokan tudják. Ez pedig az, hogy csak jó minőségű ételek, alapanyagokból lehet jó minőségű ételeket készíteni. Ez nem azt jelenti, hogy drága. Olcsó ételek, a magyar konyha ismer egy csomó olcsó ételt, de elmondanám, hogy az olasz konyhától a portugál és a spanyol konyháig, a kínai konyháig valamennyi nemzetnek vannak olcsó ételei. Mert mindenhol alapvetően a konyha népi fogantatása és a földművesek ugye soha nem voltak gazdag emberek, és egyszerű, praktikus ételeket főztek. Az olasz tésztaételeknek ugye ez a hagyománya, hogy a legolcsóbb ételek voltak, és mégis milyen finomak, ha valaki szereti. Tehát nem biztos az, hogy a drága alapanyag a jó alapanyag, lényeg az, hogy friss legyen, jó minőségű legyen az alapanyag. Mikor így kezd már megsárgulni a gyökére is, akkor jó, és akkor ráteszünk a hagymát. Én általában minden ételt sok vörös hagymával főzök. Azért itt a magyaros jelleg. Ez nem csak magyaros jelleg, ez megint egy tévedés. Én sok, ahogy mondtam, sok szakácskönyvet olvasok, és majdnem minden nemzet, amelyik ismeri a hagymát, már pedig a hagymát minden európai szakács nemzet konyhája ismeri. Nagy hiba lenne kihagyni. Általában sok hagymával készülnek az ételek. Ez azért is van, mert a hagymában van egy nagyon finom illóolaj, ami egy különlegesség, tehát ami külön is egy jó ízalapot ad az ételeknek. Ha már pároljuk a zöldséget és a hagymát, akkor én szoktam beletenni egy csöves paprikát, ami nem erős paprika, vagy TV paprika, vagy valami egyéb zöld csemege paprika. Ez a magyaros jelleget erősíti a paprika. A magyar fűszerben tudni kell, a törökök több paprikát használnak, mint a magyarok az ételekben, és a törökök hozzák be Magyarországra a paprikát, ezt is tudni kell érdekes módon. Tehát Magyarországra a török hódoltság idején került be a paprika és török közvetítéssel, mint fűszer. Én mindenbe teszek paprikát, majdnem minden ételbe. Így egy paprikát összevágok, teszek bele, és most már, hogy így összepárolódott a hagyma és a zöldség, egy pici vízzel fölöntöm. De csak ennyivel, mert most ezt az alapot elkezdem főzni. Ezt a zöldség alapot elkezdem főzni. Ha valakinek van hozzá kedve, tehet bele egy leves kockát, hogy jobb íze legyen. Leves alaplevet, csirke vagy sertéscsont alaplevet lehet hozzáönteni, ha kell, de anélkül is nagyon finom. Én általában nem használok sót, ételízesítőt használok. Ilyenkor teszek bele mondjuk két kis kanálnyit,
és így elkezdem ezt az alaplevet forralni. Ez azért fontos, mert a többi zöldség mind hamarabb megfőne, mint a sárgarépa és a petrezselyem, illetve a gyökér, ezért azokat később tesszük bele. A levesünk tulajdonképpen már saját sorsára van bízva, áttérünk a főételre, az mi lesz? A főétel az egy nagyon érdekes, egy ilyen mediterrán hatású, vagy ízvilágú étel lesz. Tulajdonképpen most marha hátszínt fogunk itt megsütni, de ez lehet birkacomb, vagy marhacomb, esetleg marha, hát még a felsál is, vagy olyan erős marhahús. Fehér pecsenye például. Tehát többféle húsból lehet megcsinálni, azért egy karakteres húsból kell főzni. Megpirítjuk, először is a húst én általában szárazpázba teszem, ami azt jelenti, ételizesítővel bedörzsölöm. Kis szemes borsot, vagy ilyen durvára örölt borsot szórok rá, és így beteszem a hűtőbe. Itt már, amit látni lehet, ez mustárral is meg van kenve. Amikor a hűtőből kiveszem mondjuk egy nap után, akkor mustárral megkenem. Már így is nagyon és egy óra hosszáig állni hagyom még körülbelül. Többet nem, mert a mustárt annyira nem szeretem. Én valaki órákig vagy napokig mustárba is beteszi, esetleg olajat is önt rá, úgy is lehet pácolni, akkor erőteljesen megöveszi a hús az ízt. Ebben az esetben azért nem fontos, mert ez a hús együtt fog párolódni egy mandulás, kesudiós, mazsolás, aszalcillás eleggyel, hogy így mondjam, és a végén ebből egy finom mártás készül a hús mellé. Az olajunk már elég forró. Na, most ebből hogy fogom ezt kivalászni? Mondjuk így. Mondtam már, hogy erős tűzön kell főzni, tehát tihítjuk a húst. Az a fontos a húsnál, hogy mindegyik oldalát megkapja kicsit az olaj, a forró olaj, mert ezáltal érünk el egy olyan hatást, hogy a sejtek összerándulnak a hő hatására, összezárulnak, és a húsnak benn marad az összes tápanyaga, leve, íze, sava, borsa, hogy így mondjam. Ez egy egészben sütött húsnál különösen fontos. Tehát ha valaki, egyébként is ez egy rossz szokás Magyarországon, a házasság általában vékonyra kiverve sütik a húst, nem jó. Nem kell a rostoktól félni. Kis vastag szelet húsokat jobban lehet főzni, és nem kell hozzájuk annyi fűszer, mert bennük marad a saját levük, és a saját levükben megpárolódnak. Amikor a hús megpirul, lehet látni, ha esetben közelebb jön a kamera, hogy milyen szépen kap egy ilyen őszbarna réteget a mustártól, a fűszerektől és magától a húsnak a külső megkérgesedett része az így bebarnul. Akkor beleteszünk aszaltszilvát és lilahagymát az olajba. Nagyon fontos, hogy lehetőleg mindig akkora edénybe főzzünk, amekkora optimális. Túl nagy edény nagy hőfelvételt jelent és nagy hőveszteséget egyben, tehát drága, takarékos vagyunk az energiával, főzzünk lehetőleg kis edényekben. Tisztítjuk a hagymát és a szilvát ebbe az olajba egy kicsit, a megereszkedett húslébe. Majd pedig ráöntjük a csak diácsemegeként ismert zacskós zöldség, vagy ilyen gyümölcs mixert, amiben mandulát, kesudiót, mogyorót és egy-két egyéb magvacskát találunk. Ezt erre szépen ráöntjük. És Sárosdi Feri barátom kiváló kékfrankos borával ezt az egészet fölöntjük, és ebben a felállásban, ahogy ez látszik itt ebben a lábosban, tehát vörösborban elkezdjük a húst, a hagymát, a magvakat és az aszalcillát egy kiváló vörös, kicsit fanyar, savas vörösborban párolni. Ezzel most nekünk semmi dolgunk nem lesz, kb. Egy óra hosszáig, amíg a hús ebben a lében meg nem puhul és össze nem fő a köré rakott egyéb érdekességekkel. Bőven van időnk most tehát a levesre, mi a következő fázis? Hát igen, most ugye a hús az szépen párolódik egy fólia fedésben.
és akkor a leves ugye összefőtt, hogy így mondjam, a zöldség, a paprika és a hagyma, megvan az alap, és akkor most beletesszük a különböző zöldségeket. Kelbimbót és sárga zöld babot, ugye, mert így mondjuk más, nincs jobb neve. Teszünk bele. Aztán teszünk bele. Ez azért fontos ez a sorrend, mert a sárga babnak erősebbek a rostjai, mint ennek a zöld babnak. Tehát először ezt a babot tesszük bele, és a kelbimbót, utána tesszük bele a másik, a zöldes. Ez hamarabb megfőd, és ez a bab. Nagyon gazdag leves. És most egy picit ezt összepároljuk, és utána következik majd a brokkoli és a zöldség, vagy a zöld borsó. Egy kis borssal, ételízesítővel, sóval ízesítettük. Az előbb nem mondtam, hogy a húsra gyömbért szoktam még fűszerként tenni, illetve a levesbe a végére teszek egy kis kakukkfüvet, ami megillatosítja majd. Mondhatnám, hogy én csak folyamatosan tanulok, érdeklődve hallgatom Istvánt. Javaslom, hogy ezért a húsra is közbe vessünk pillantást. Tehát ha fölhajtjuk a kíváncsiság is hajt, bevallom. Nagyon szépen a bor egy picit megfogta, egy szépen beérlelt színű, gyönyörű marha húsunk párolódik. Egy picit gyömbérrel megízesítjük. És lehet látni az illatát. Próbálj meg ezt? Nem kell ide hajolnom. Ugye, mondom őszintén, mert és innen és arra figyeljünk, hogy sót adni kell hozzá, mert a só adja a fűszerezés alapját. Tehát só nélkül nem lehet azért, ugye én elmondtam, hogy nem sok sót használok, de azért só nélkül én sem tudok főzni igazán zamatosat, vagy ízeset. Só az a húsra mehet egy pici, és a lébe a párolmányba is, hogy így mondjam. És akkor szépen fődögélnek ezek a kesúdiók, meg mogyorók. Réparetek magyaró itt a körülötte. Közben a leves is a mondhatni befejező szakaszához érkezett. Hát igen, megnézzük, ez gyönyörű szépen földögél. Ugye az előbb beletettük már a zöldbabot, de a kevésbé rostos anyagok is benne vannak. Szépen főzzük a levest. Azért megkóstoljuk közben, de fém kanállal azért nem szerencsés kóstolni, mert ez megforrósodik az ételben. A javaslat általában az, hogy fakanállal kóstoljunk, bár én most a fémkanállat eszem. Egy nagyon kellemes, hát persze kinek mi a kellemes, kóstolja meg. Zöldséges ízű anyagunk igen, van ezek itt. A valódi zöldségízek, és akkor, ezek érződnek. És akkor most bele teszünk egy kis fokhagymát, ezt általában vége felé tesszük az ételbe, mert a fokhagyma illóolajai azok nagyon kényesek. Nagyon magas a fokhagyma olajtartalma, bizonyára tudják, hogy többféle gyógyszer készül belőle. Sokféle betegségre, a gyomortól a szívbetegség, a fokhagyma gyógyír. Nem szabad nagyon szétfőzni, és nem szoktam se szétreszelni, se szétnyomni ezzel a trancsírozóval. Kisebb darabokra összevágva szépen szétfő, illetve megfő is átadja az ételnek az ízét. Amikor fölfortak a babok és a babos levesünk, akkor következik a zöldborsó, amit nem szabad úgy korán beletenni, mert 5-6 perc főzés után visszakeményedik. Ez már igazán a vége ennek a történetnek. Beletesszük a zöldborsót, és néhány cikkely brokkolit tetejére dobunk, hogy a látvány kedvéért is. És még egy dolog, és akkor most jön az igazi lényeg, csak elhagytam a késemet. Megkaphatom. Ez már egy olasz hatás, hogy nagyobb kockákra vágott paradicsomot dobunk a végén a levesbe. Ezt már nem főzzük szét, hanem ezzel mindegy be is fejezzük a főzést, mert ez a paradicsom, aminek ugye kivettük előre a csutáját, ez a paradicsom adja meg az étel borsa mellé a savát. A paradicsom egy nagyon savas, savgazdag növény, zöldségféle, bár van, ahol gyümölcsként kezelik.
És egy nagyon szép zöld-piros színhatású gazdag zöldséglevesünk van, ami ezzel tulajdonképpen el is készült. Most egy pillanatra még eldugom a fedő alá, és majd még egy pici tejfővel meggazdagítjuk a végén, amikor megpárolódott. Én úgy látom, hogy ez a mus ez elkészült. És akkor most bemondjuk Zitát a főzésbe. Hát eddig tényleg nem sok szerep jutott ma nekem, csak hallgatom, rengeteg praktika, a megpárolódott, egészben megpárolódott húst szépen neki tesszük, és megkérjük Zitát, hogy ezt szépen csomagolja be ebbe a fóliába. És tegye oda a tányérbe. Gondolom ennek is megvan a maga szerepe. Hát semmi, bele is, hogy végig lefel is. Uh-huh. Összerántani, kész. Ezt azért szoktam csinálni, mert így a hús még saját levébe egy 5-10 percig párolódik. És akkor itt látható az, amivel ez együtt pár, a mazsola, a hagyma, a lila hagyma, a kesudió és a különböző egyéb magvak, amikről már beszéltünk, mandula, mogyoró, esetleg valaki szereti, divót is tehet bele. És akkor ezt egy szűrőkanállal kiszedjük, és a deszkán összevágjuk. A levesünk elkészült, látszik, hogy nem főtt szét. Egy pici kakufüvet hintettem a tetejére, hogy egy kis illata legyen, a tejfölel együtt ez itt található. Miután összevágtuk kisebb darabokra a szilvás, kesudiós és mazsolás, mandulás alapanyagot, ami megfőtt a vörösborba és a hússal együtt, a hagymával, visszatesszük az edénybe, és itt még egy kicsit forraljuk. És most jön az ízesítése. Ráteszünk egy kanál vagy két kanálnyi mézet ízlés szerint. István, egy valamit még közbe. Ezt, ha jól tudom, akkor saját recept. Igen. Hát amennyire egy recept saját lehet, én azt gondolom, hogy az emberiség 3000 éve vagy 1000 éve nem nagyon talál föl semmilyen új receptet, ha valaki megnéz egy 200 évvel ezelőtti szakácskönyvet. Magyar szakácskönyvet tele van angol, francia és mediterrán ételekkel, amik magyarosított változatban főnek, tehát nem hiszek én a saját receptekbe, legfeljebb abba, hogy az ember megálmodik valamit a egyéb ötletei alapján, és azt hiszi, hogy a sajátja, de az valószínűleg egy valamilyen keverék. Ez az én keverékem. És mindez 10 éves kora óta? 10 éves korom óta főzök Vizvári Mariskának köszönhetően, aki egy híres színésznő volt Magyarországon, és írt egy kiváló szakácskönyvet, aminek az volt az érdekessége, hogy ő minden ételt megfőzött, amiről receptet írt, és miután ezt megtette, ebből következően azok az ételek, amiket én abból megtanultam, hogy megfőztem, azok az ételek mind azonnal sikerültek, mert úgy főztem, ahogy le volt írva. Azóta se találtam ilyen szakáskönyvet, megmondom őszintén. Azt tanácsolom, ha valaki szakáskönyvből főz, nem árt, ha egy kicsit már tud főzni, és némileg kontrollálja a szakáskönyveket, ha másért nem a saját ízlésvilága miatt. De én abból a könyvből tanultam megfőzni, és azóta is ebből ilyen mindenféle dolgokat kutyvasztok fejből. És most beleteszik a citromlevet. Kicsit megújigázok, hogy a leve jobban kijöjjön. Ne szörnyködjenek, az édes és a savanyú íz barátok. Gondoljanak a kínai konyhára, ahol a csípős savanyú, az édes savanyú ízek nem zárják ki egymást. Ez a mártás ízlés szerint lehet apróbra is vágni egyébként. Fölforr, egy pici liszttel behabarom, és tálaljuk.
Mondhatni, hogy minden elkészült, és a műsor végén nem engedhetjük el úgy a nézőket, hogy ne ajánlanánk bort is. Azt hiszem, hogy házigazdaként biztos, hogy a borok jó ismerője. Kit hívott a műsorba? Hát én Sárosdi Ferenc kiváló borászt hívtam, mert én megmondom őszintén, hogy én az ő borait szeretem a szekszárdi borok közül a legjobban. Ez valószínűleg ízlés kérdése, de azt hiszem, aki Sárosdi Feri borait megkóstolja, az osztja az én véleményemet. Ferikém, akkor parancsolj, hogy milyen bort hoztál. Köszöntjük szeretettel! Én is nagyon szépen köszönöm, és köszöntöm a nézőket is, illetve hát az Istvánt is, akivel tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy Palánkon együtt kezdtünk egy iskolát, annak idején ugye 60-70-es évek végén, a 60-as évek végén, és hát nagyon régi, azt mondom, hogy talán jó ismerősök vagy jó barátok vagyunk, és hát nagyon szívesen tulajdonképpen a mai estének remek ételekhez ajánlnak Sárosdi borokat természetesen. Külön öröm, hogy erre az időpontra el tudtuk készíteni a leveshez való borunkat, egy 2003-as szokásos kékfrankos és merló rozét. Hát nem tudom, hogy mennyire híres, bízom benne, hogy ma a lehető leggyümölcsösebb, a legfrissebb. Nagyon szívesen merem ajánlani bárkinek, tulajdonképpen kóstolásra mai napokban kerülnek tulajdonképpen forgalomba ezek a palackok, és hát én úgy gondolom, hogy egy leveshez mindig egy kellemes jó rozé. Tovább lépve? Főétel, ugye ez a marhahátszín különleges módon fűszerezve, ízesítve, egy kellemes lágy merlót tudnánk inkább ajánlani. Ennek a csodálatos 2000-es merlónak ma már kellően érett illatvilága, ízvilága. Tudnivaló, hogy merló szekszárdon az egyik leglágyabb érzésű, érzetű, tulajdonképpen csodálatos ízvilágú fajta. És hát én bízom benne, hogy megfelelő lesz szívem szerint az egy kis kabernét, ha minden úrnak nem ízlik, azt is el lehet fogyasztani nagyszerű étel mellé. István, is került egy desszertünk is, ne feledkezzünk meg róla. Én megkértem a Fésben étteremben dolgozó szakács kollégáimat, hogy ők ajánlnak egy desszert, ez az úgynevezett mennyei csemegeként az étlapon szereplő őszi barack csokoládé mártással leöntve, egy kis fagylaltal ízesítve és tejszínnel dúsítva. Ez a desszertünk mára, és ehhez kérem Ferit ajánljon egy, azt hiszem egy különlegességet fog ajánlani. Bízom benne. Desszerthez általában szekszárdi vörösborokat ritkán használunk. Mégis én úgy gondolom, hogy egy nagyszerűen balikolt 2000-es évjártó Cabernet Sauvignont, amely több mint egy éve palackos élelésen, tulajdonképpen ma már nagyon szépen kimutatható a csokoládé vanília íz karakter, nem beszélve illatvilágáról, ami szintén úgy gondolom, hogy nagyon passzol. Azon kívül a 2000-es évjelenek a kellemes lágy tanninjai tulajdonképpen, ami feltétlen. Én azt mondom, hogy kóstolásra érdemes, hát okaink nincs, fogadják tisztelettel, nem volt. Uraim, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a részvételt, a nézőknek pedig, és hát nekünk is, mindannyiunk kedves egészségére.